Mindenkinek eljön az életében egy olyan időszak, amikor valami hosszú távú eredményt szeretne elérni. Ilyenkor nagy szüksége van arra, hogy a környezetet támogassa őt. Ám de a környezet nem biztos, hogy rendelkezik azzal a tudással, amit támogatólag tud hatni őre. Az is igaz, hogy néha a környezet nem a tudását, hanem valamilyen akaratát akar ráerőszakolni a másikra, így a hosszú távú eredményért való küzdelemben nagy nehézséget jelent az, hogy véleményt alkotnak rólad, megítélnek téged, vagy olyan tanácsokkal fognak ellátni, amely eltorzítja azt az utat, amelyiken haladnál. Általában a környezetünkben az emberek olyan információkkal látnak el, amelyek valamilyen tudásfoszlányt tudnak csak felmutatni, tehát nem egy teljes olyan tudást, amivel végig tudsz menni az úton. Nagy szükséged van tehát arra, hogy tudjad, hogy hogyan kell végigcsinálni ezt az időszakot. Sajnos meg kell küzdjél azzal, hogy az emberek neked segíteni fognak. Ez az egyik legnehezebb, hogy hogyan fogadd a segítséget, hogyan fogadd azokat az információkat, amelyeknek a forrásáról igazából semmit nem tudsz. Nyilván akkor hallgatsz meg valakit, amikor olyat mond, amiről nem tudsz, mert amikor tudod, akkor már rögtön közbeszólsz. Mind a kettő hiba, mert ha közbeszólsz, akkor megállítod azt a folyamatot, hogy megkapd azt az információt, ami nála van, és az is hiba, hogy meghallgatod, és nem tudod, hogy milyen forrásból származik az a tudás. Igazából ezzel nem tudsz mit kezdeni, de mondok néhány példát. Akkor, amikor lemész az edzőterembe, akkor elmondják az emberek a környezetet, de nem feltétlenül ott a terembe, de bárhol, hogy mit és hogyan kell csinálni, elmondják a saját tapasztalataikat, de ezek nincsenek rendszerbe állítva, tehát nem biztos, hogy jól fognak működni, nem biztos, hogy rád alkalmazhatóak. Ugyanilyen mondjuk egy fogyókúrás tanácsadás, hogy elmondják, hogy én ezzel fogytam, én meg ezzel fogytam, én meg ezzel fogytam, aztán senki nem látszik, hogy fogyott egyáltalán bármikor az életében, de mégis elmondják úgy, mint egy evidenciát, mint egy fantasztikus tudást, amit az emberiségnek mindenképpen követnie kell. Nem biztos, hogy neked követned kell. Ilyen egy üzleti tanácsadás, vagy egy karrier tanácsadás is, amikor elmondják, hogy mit és hogyan kell csináljál, de az a te szakmádra, a te esetedre, abban az időben, amikor te csinálod, ez nem igaz. Ilyen az öregek tanácsa is, amikor elmondják, hogy ők a fiatalkorukban mit csináltak, de eltelt azóta X év, és ez az X év megváltoztatta a világot. Hogy a jó égben tudjad meg azt, hogy mi a jó információ, mi épít téged, és mi nem az? Van erre egyszerű módszer, az, hogy hallgatsz és figyeled azt, hogy ki mit mond, és megpróbálod megérezni azt, hogy ki milyen szándékkal és milyen indokkal mondja ezt. Nem arra célzok, hogy rossz szándékkal mondja, hanem arra, hogy mi az ő vágya például, de ezt a részt majd a Premium Vlogba fogom jobban kifejteni. A másik része a környezeti hatásnak az az, amikor kritizálnak téged, és ez sem rossz akarattal, hanem egyszerűen feltesznek hangosan olyan kérdéseket, amelyeket már tulajdonképpen neked címeznek, de igazából saját maguk szeretnének megérteni valamit, hogy az miért úgy történik. Ilyen például az én szakállam is, hogy megkérdezik, hogy de hát az miért van, az olyan ápolatlannak tűnik. Hát nem ápolatlan, hanem csak nem foglalkozom vele. Esetleg nem támogató az a hozzáállás, amikor kritikával illetnek téged, hogy éppen mit és hogyan csinálsz, például a célját annak, amit csinálsz, tehát azt mondják, hogy miért kell neked diétáznod, miért kell neked fogyókúráznod, vagy miért kell neked edzésre járnod, jó vagy úgy, ahogy vagy, csinos vagy, szép vagy, bármi vagy, nem rám szokták mondani. Ebben nem azt kell meglátni, hogy téged kritizálnak, hanem meg kell figyelni, hogy ők valamit látnak rajtad, belőled, és ezt próbálják megfogalmazni egy olyan irányból, hogy mi az ő szándékuk. Tehát szedd ki belőle azt, ami számodra hasznos.
Tehát az egyetlen jó tanácsom az ilyen esetekben az, hogy meghallgatni mindenkit és kiszedni számunkra azt, ami igazán hasznos, és beépíthetem abba az útba, ami hosszú távú eredményeket tud hozni számomra. Tehát legyél nyitott, legyél figyelmes, legyél kreatív abban, hogy mit hallasz a környezetedből, tartsd meg a hideg véredet, akkor tudod jól átgondolni, és akkor tudod igazából jól átélni azt, hogy milyen haszna lehet azoknak az információknak, amelyek körülötted lengenek. Ha az életemben azzal foglalkoztam volna, hogy mit mondanak mások, akkor semmire nem jutottam volna, semmilyen célomat, eredményemet nem kaptam volna meg. Nagyon sokszor persze előfordult az, hogy adtam mások véleményére, és megállítottak valamilyen folyamatban. Amiben igazából sikert értem el, abban biztos voltam legbelül, hogy azt meg tudom csinálni, és minden egyes kritikát és minden egyes segítő szándékot befogadtam, és együtt tudtam értelmezni, és haladtam a saját utamon, és felkészültem a következő pillanatra, és megint csak haladtam tovább. Tudtam, hogy mit kell csinálni. Tehát a környezeti hatások ellen a belső erő az, ami igazából megoldást tud nyújtani. A környezeti hatásokat fel kell fogni, és fel kell használni. Tehát ez olyan, mint egy vitorla, ahogy megfújja a szél azt a vitorlát, ez téged akadályozhat, hogyha rosszul állítod be, de hogyha jól állítod be megfelelő irányba, és tudod azt, hogy kell vitorlázni, akkor ez a szél ez nem visszafelé fog vinni, hanem előre fog repíteni. Tehát értelmesen kell tudni kezelni azt, hogy a környezetből mi érkezik hozzád, és ezt az értelmezést, ezt nem lehet előre megmondani, hogy hogyan kell csinálni. Egyszerűen az intelligenciát kell fejleszteni, olyan gyakorlatokat kell végezni, amely a megértés és az intelligenciát fejleszti. Tehát mit tegyél a környezeti hatásokkal szemben? Saját magadat fejleszd, és a környezetből nyerd ki azokat az információkat, bárhonnan jöttek, bárkitől jöttek, bármilyen szándékkal, amelyek segíthetnek téged, rakd be a saját vitorládba, hogy előrébb repítsenek, és haladj tovább. Bővenben erről a sandorlengyel.com-on, a videótárban, a prémium blogokon keresztül tudtok tájékozódni, vannak egyéb más témák, várunk szeretettel mindenkit az online kurzusokon is, és nem sokára indul a mesterkurzus is a 2019-ben.